a múzeumból. Vécseinél Lakatos Bernadett és Románné Ágnes. Meséljetek egy kicsit, milyen most a múzeumban? Hogy stílusosak maradjunk és a jéghez kapcsolódjunk, a jégkorszak kiállításunk zajlik éppen a múzeumban, egészen március 31-ig látogatható, és a következő hozzá kapcsolódó programunk 9-én a családi napunk, ahová elsősorban családokat várunk, kisgyermekes családokat, akik egy jeges expedíción vehetnek részt, 6 állomáson fognak tudni feladatokat megoldani, és egy kis ajándékkal kedveskedünk a helyes megoldóknak. Mert nagyon sok csoport ellátogatott erre a kiállításra, milyenek a visszajelzések? Nagyon kedvelik a kisgyerekesek elsősorban a kiállítást, hát több mint 6000-en látták már a kiállítást, a 7000 felé kacsingatunk, és pozitív visszajelzések érkeznek, hogy izgalmas, és vágytak már egy ilyen kiállításra a nyíregyházi emberek. Ha jól tudom, barlangrajzok is készíthetőek akár. Igen. Így van. Bárki, aki érez magában némi kis művészi késztetést, az egyik kiállítóterem falán barlangrajzot is készíthet. Ott hagyhatja a kéznyomát az utókor számára. És említetted, hogy 6 állomás lesz pontosan március 9-én. Milyen feladatok lesznek ezeken az állomásokon? Nem szeretnék mindent lelőni, de a teljességigénye nélkül mamutvadászat, kövületkirakó, barlangrajztató, és még ezen kívül még 3 állomás. És hát hoztatok nekünk kiegészítőket is most a beszélgetésre, mégpedig a március 15-i programokhoz kapcsolódóan. Áruljál nekünk néhány részletet, kérlek. Nemzeti ünnep, kokárdás nap, immár a 10. alkalom, éppen most nosztalgiáztunk Bene János egykori igazgatónkkal, hogy 10 éve kezdtük el a kokárdás napot, és hát ez nekünk nagyon fontos a múzeum életében. Március 15-én 10 órakor nyitjuk meg a múzeum ajtaját, és egészen 16 óráig fogjuk várni a nálunk ünnepelni vágyókat. És hát most egy picit betyárkodni fogunk, de a szó nagyon jó értelmében, ugyanis a márciusi ifjak, vagy a nemzetőrök, a huszárok mellett egy kicsit most a betyárokat fogjuk bemutatni. Méghozzá van nekünk egy nyíri, nagyon híres betyárunk, és hál' Istennek nem hírhet, csak híres, Geszten Jóska, vagy Geszti Jóska, vagy Gesztel Jóska, többféle néven is szerepel, hát a kollégák már mélyre ásták magukat a levéltárban, hogy őt kikutassák, de ő rajta kívül még azért a nagyon híres betyárok megjelennek egy kis kamara kiállításban, és hát március 15-én pedig szintén egy ilyen nyomozós, felfedezős játék során a kedves látogatók is megismerhetik majd a híres és hírhedt betyárjainkat. A betyárokhoz kapcsolódnak ezek a pisztolyok esetleg? Természetesen, hát hiszen ők is szabad csapatokat szerveztek a 48-as szabadságharc idején. Éppen Geszten Jóskának is része volt 49-től, mert hogy hát szegény nagyon sokat járt a börtönbe, a nagykálói börtönbe, de éppen 49. augusztus 1-én kiadatott onnan görgei tábornok katonájának, úgyhogy igen, ők is nagyon sokat részt vettek a szabadságharcban, és hát igen, használtak ilyen fegyvereket, mint a csappantyús és a kovás fegyver, úgyhogy ezeket is lehet majd látni a múzeumban március 15-én. Milyen korosztálynak ajánljátok ezeket a programokat? Ugye nagyon fontos ezt, hogy a fiataloknak, főleg a gimnazistáknak a kicsit rohanó világban, a kicsit rohanó életmódban közelebb jöjjön a történelem és maga a múltunk. Mennyire tudjátok őket is bevonni? Szintén családokat várunk ezen a napon, de természetesen minden korosztály számára érdekesek, mert a játékokon túl a Pilvax kávéházunkba betyárnótákat, balladákat, betyárverseket hallgathatnak, olvashatnak, mind a mellett, hogy a játékok során ugye Kossuth bankót gyűjtenek a látogatók, és hát ezek a játékok vagy feladatok szólnak minden korosztály számára, és hát a Kossuth bankókkal pedig fent a Pilvax kávéházban tudnak fizetni
Kossuth kiflit vásárolhatnak belőle, nagyon ízes, finom teákat vagy kávét, és hát mindeközben kulturálódhatnak, miközben hallgatják a nótákat, a betyárnótákat, és olvasgathatnak. Úgyhogy minden korosztályt nagyon nagy szeretettel várunk ezen a napon. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok március 9-én és 15-én irány a múzeum. Köszönjük szépen! Várunk.